A július végén megrendezett taktáborban sok középiskolás fiatal művész vett részt. Nagyon jó volt a tábor, nagyon jó volt a társaság is. Hát az alkotással úgy álltam, hogy az első pár nap még nem tudtam, hogy mit szeretnék és hogy, de aztán a harmadik nap már megjött a kedvem az alkotáshoz, és csináltam egy pár munkát is. A tábor alkotásaiból összeállított kiállítást Patócs László, a Híd folyóirat főszerkesztője nyitotta meg. A TAKT egyik nagy erénye az, hogy minden évben olyan dolgokat, olyan témákat tud kijelölni az alkotótáborra, amelyek egyfelől rengeteg szabadságot tudnak nyújtani az alkotóknak, másrészt pedig nagyon érdekes művészeti, képzőművészeti dimenziókat is megnyithatnak. Az alkotás témája az idén a szén volt. Egy olyan téma, amire eléggé sok, azt vártuk, hogy eléggé sok módon reagálnak az emberek, és így is történt. Tehát mint képzőművészeti médium, mint a földiget alapja, mint elem, tehát minden szempontból megközelítették az alkotók a témát, úgyhogy szerintem egy elég sikeres kiállítást láthatunk itt most. Az elmúlt években a TAKT szervezete egy alkotóházat is épített, amelyben a vajdasági fiatal alkotók állandó jelleggel tevékenykedhetnek. A közelmúltban elkészült a galéria műteremmel, műteremet már lehet használni, fűtés is van, viszont a galériával kis gondunk vannak, így tél elején kicsit nehézkés a kiállítás szervezés. Még a kiállítást meg tudjuk szervezni, viszont előadásokat, különböző rendezvényeket nehezen tudunk, mert még a szigetelő is várat magára, meg a galéria, meg a lépcsőháznak a fűtésének a megszervezése. A TAKT-ként ismerté vált művésztelep a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvénye.